családi veszekedés miatt érkeztek a Bonyhádi házhoz a rendőrök. A dühöngő férfi felesége hívta őket segítségül. Végül szamuráj karddal, majd fejszével támadta a dühöngő gyanúsított az egyenruhásokra. Percekig tartott a rémisztő jelenet, míg végül megadta magát. Később a kihallgatáskor semmit nem tagadott. Az ügyében most született ítélet. A bíróság a vádlottat 2 év szabadságvesztésre ítélte, melyet börtönben kell végrehajtani, azonban a szabadságvesztés végrehajtását 4 év 5 hónap próbaidőre felfüggesztette. A férfi már korábban is volt büntetve, ráadásul az sem segített a helyzetén, hogy részegen támadta rendőrökre. Korábban is volt már büntetve, itt a járművezetés vétsége miatt, azonban enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság őszinte megbánó beismerő vallomását, és azt, hogy a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Az ítélet jogerős.